az emberek többsége jelenleg elszeparáltan, vagy egy burokban él, elidegenedve az embertársaitól, és egyre többen ismerik fel most már, hogy a változáshoz vezető út egyik alapfeltétele az, hogy egymás felé forduljunk. Azonban, és sokan próbálkoznak ezzel, különböző közösségeket építenek, több-kevesebb sikerrel. Most már hála Istennek vannak olyanok is, akik ezeket elemezni tudják, hogy vajon hogy kell, vagy melyik közösség építési módszer, ami hatékony lesz. A tudatos társadalom is közösségeket épít, de oly módon, hogy kis közösségeket próbál létrehozni, és ezeket a kis közösségeket kapcsolja szerves módon össze, vagy szeretni szerves módon összekapcsolni. Csaba, te hogy látod a közösségépítés fortéjait, vagy miben létét? Hát mondtál néhány érdekes kulcsszót, hogy emberek változást szeretnének. Ha pontosítjuk, hogy miben szeretnének változást. Azt mondtad, hogy olyan elkülönülten élnek emberek, ez jól látható. Hát jól látható, mert most már a családok is miszlikre szét vannak verve. Tehát a társas kapcsolatok legalsó szintjéig is lement ez a megosztottság, amelyik nem véletlenszerűen jött létre. Tehát ez nem egy esőverés vagy ilyesmi, hanem ez egy emberi hatalmi rendszernek a tudatos cselekvése. Nincsen ebben semmiféle ilyen üldöztetési érzelem, hogy ezt a mondatot így mondtam. Teljesen nagyon tiszta. A hatalom érdeke az alattvalók közösségeinek a megosztása. Ez egy fekete-fehér. Egy olyan törvényszerűség, ez a társas viselkedések törvényeinek az egyik alapvető törvénye, olyan, mint a gravitáció. Teljesen konkrét. Nem szép, nem csúnya. Nem érdemes ezen lázadni. Amikor ez úgy annak idén kirajzolódott előttem, akkor persze mély érzelmeket keltem, de hát gondolom sokan vagyunk kezeli. Hát azóta helyére tettem, tehát ezt lehet tudni. Most ez okay. Van. Ez van, igen. Igen. Tehát mi az, amiből szeretnének az emberek kimenni, úgy látom, hogy elég sokan. Hát pont az elszigeteltségből, az érdek ütköztetésből, a megosztottságból, az egymás ellen uszítottságból. Mert hogy ez fönnmaradjon, azért ez megfelelő időnként kap egy következő impulzust valahonnan, hogy verseny ellenfélként, érdek ellentétben levőként gondolja másik emberre. Ez a versengő közgazdaság eredménye, ez a versengő társadalom. Hogy ezt a lelkünknek hogy adták el, hogy mi egy állandóan egymástól kell szereznünk? Hát úgy, hogy erőt kapott az a fogalom, hogy idegen viszony. Tehát, hogy értem, hogy erőt kapott? Hát ugye az idegen viszony az azt jelenti, hogy a másik érdeke nekem nem számít. És hogy ez a dolog támogatottságot kapott, hangsúlyt kapott, hogy a fejemben legyen ez egy erős szempont, hogy idegen viszonyban intézzem a dolgaimat. Tehát ne szeretetteljes viszonyban, ne a barátiság, az egymás közeliség, az együttműködés mentén intézzem a dolgaimat, a fontos dolgaimat, hanem idegen viszonyban. Ez a fő biztatás. Ez a versenyen alapuló társadalom, azaz a versenyen alapuló közgazdaság. Hát persze, hogy ebből szeretnénk kikecmeregni. Hát ez senkinek nem jó. Tehát a lény, a lelke, ezt nem ismerek embert, akinek szereti a lelket. Hát az első lépés mindenképp ez a felismerés, hogy ez így nem jó, hogy hát ez a nem jó, de szeretem, vagy nem szeretem, ez, vagy hogy ez hogy nem jó, az teljesen mindegy. Igen. A lényeg az, hogy ez nem jó, ez van, akkor tenni kellene valamit, változtatni, vagy valami változást kellene segíteni ahhoz, hogy ez a jó felé mozduljon el. A kérdés az, hogy kinek kell változtatni. Jön majd valaki, aki megcsinálja a változtatást,
vagy, mert hogy egyébként én túl kicsi vagyok, és az nem számít, amit én tudok. Igen, igen. És hát itt van üzenetként, hogy hát fiam, ez van, ezt kell szeretni, hogy ezt megkaptuk a szülőktől is. Tehát ebből az áldozati nézőpontból. Tehát nézzünk csak rá. Tehát arról van szó, hogy megosztott viszonyban létezem. Hát azért ehhez kell két résztvevő. Az egyik én vagyok. Tehát magyarul uszítható vagyok. Tehát van bennem a vezélő egységemben, a vezélő programjaim között olyan, amelyikhez be lehet küldeni egy üzemetet, és ettől az domináns lesz, és uszítható vagyok. Na most, ha nem vagyok uszítható, akkor semmilyen módon nem lehetek, nem kerülök olyan helyzetbe, hogy úgy viselkedjek, mint aki uszítható. Tehát, kézzelfoghatóan ez a dolgom, hogy ne legyek úszítható. Tehát, vizsgáljam át a vezélő programjaimat, és vegyem ki azt a dolgot, ami mentén megosztottságra vagyok biztatva, és mással szembe érdek ellentétbe fordíthatóvá váló lényként nyilvánulok meg, mert nem az vagyok, csak úgy tudok megnyilvánulni. Tehát nagyon sokféleképpen meg tudok nyilvánulni. Tehát többféle üzemmódom van. Tehát amikor azt mondom, hogy milyen viszonyban vagyunk, én, te, hát akkor az az én, az nem egy lény, az többféle lényként tud megnyilvánulni. Lehet, hogy állat intelligensen nyilvánulok meg. De lehet, hogy bizonyos hatásra kijön belőlem a sárkány. Ha melyiket szeretem? Hát én azt szeretem, hogyha intelligens állapotban vagyok. Környezetem is ezt szereti, és az nekem is jó, ha a környezetem ezt díjazza. Na most az a kérdés, hogy hogyan tudok-e valamit tenni, vagy rajtam kívül álló erők áldozata vagyok. Hát ez általában így van. Természetesen mindig a körülmények, a felelősek, persze, és persze. Mindig valaki más. Igen. Persze, ez is stratégiai dolog, tehát így nőttünk föl. Az mondták nekünk, hogy itt van egy keret, ez a mi hatáskörünk, ezen a kereten belül lehet létezni. Nálunk nagyobb erőknek az áldozataként beszorultam ebbe a keretbe, mit lehet tenni, hát ha nincs hatásköröm, akkor nincs hatásköröm, és kész. Összehúzzuk magunkat, és majd lesz valami. Majd túléljük, és akkor szépen megvárjuk a halált, szép lassan elteli. Na, de hát ez nem így van. Tehát ez jól kiderült, hogy nem így van, mert kiderült, hogy elképesztő. Mondhatnám, hogy teljes hatáskört kaptunk az életünkre. Hogy nagyon mélyében most nem menjek, csak fogjuk meg ezt a dolgot. Minden viszony két létezőn múlik. Tehát ha az én összes viszonyomnak az egyik felén én vagyok. Tehát hogyha én versengő viszonyban vagyok veled, hát akkor én így egyeztem meg veled. Azaz így egyeztem meg magammal. Hogy én versengő viszonyban leszek veled, és kerestem egy játszótársat, te is így egyeztél meg magaddal, és mi találtál, hogy milyen jó most mi versengő, így szerzőt játszunk egymáshoz képest. De megegyezhetek egészen másképp is, hiszen ismerjük ezt a viselkedést is, hogy feltétel nélkül adó vagyok. És akkor megegyezhetek magammal abban is, hogy mikor, melyik üzemmódba kapcsolom a vezélőegységemet. Tehát én kapcsolgatom. És ez az én megegyezésem. És akár megegyezhetek úgy is, hogy állandóan a legintelligensebb állapotban, a feltétel nélküli odaadóban tartom magam. Hát ez egy több poén. Hát miért ne így egyezzek meg? Na én ezt kipróbáltam, ezt a dolgot. Most már, mit tudom, 20 éve. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem esek ki ebből az állapotból, hanem azt jelenti, hogy egyre ritkábban esek ki ebből az állapotból. Amikor kiesek, akkor nem hűlök meg annyira, mint amennyire akár tudnék, vagy akár régebben. Tehát sokkal kisebbet esek, és sokkal hamarabb jövök vissza. És bocsánat, ez a ugye felismerés képessége, mert amikor kiesel ebből az állapotból, mert vannak ilyenek, de akkor tudod, hogy most kiestem abból az állapotból, tehát
az is megvan, tehát hogy tudom, most, hát most nem abban az állapotban vagyok, de majd igyekszem mielőbb, mert akkor már az emberben megvan az akarat, vagy a képesség, hogy akkor visszaigyekezzem abban a másik állapotban, tehát visszakapcsolja a kapcsolóját. Igen, múltkor beszélgettünk arról, és tettem egy meghívást, és azt el is fogadtad, és ücsörögtünk együtt a Holdkiflin. Igen. Ülünk a Holdkiflin, lobbáljuk a lábunkat, és én onnan nézem a Csabát. Te meg az Olit. Ha azt figyelem, azt az egy dolgot figyelem, ebből a nézőpontból, hogy a Csaba melyik üzemmódban van, akkor valami nagyon-nagyon jót tettem Csabával és a környezetével. Aztán hagyom élni a Csabát, csak ezt az egyet, hogy melyik üzemmódban. Amikor látom, hogy kiesett ebből az úgynevezett D állapotból, ebből a feltétel nélküli oda-oda állapotámból, akkor azonnal tudok szólni neki, hogy na most figyelj, kiestél, és akkor lehet oda nyúlni az eszközhöz. Mert ugye az egyik dolog, hogy észreveszem, hogy kiesett, tehát az egy nagy dolog, mert a lefülelésnek energiája van. Már sokszor önmagában az segít, hogy esnék kifelé ebből az állapotból, de látom, hogy hát most ott mindjárt kibillenek. Önmagában lehet, hogy ez elegendő ahhoz, hogy ne essek ki ebből a D állapotból, a legokosabb én állapotomból. De kiestem. Ha nem estem olyan mélyre, ami reménytelen, olyan mélyre estem, ami reménytelen, akkor mit csinálják? Akkor sürgősen várni kell. Gyorsan várok, és elmúlik. Föloldódik. Tehát látható, ismerjük ezt a dolgot, bizonyára mindenki volt olyan állapotban, amikor úgy érezte, hogy kilátástalan, minden összeomlott, és sehol egy kiárat, be vagyok falazva, el szokott múlni. Na most, amikor egy picit is megokosodtam ebből az állapotból, akkor oda nyúlok az eszközhöz, amivel visszakapcsolom az üzemmódot D állapotban. Van eszközöm? Van. És igazából ez a legértékesebb dolog. Tehát szerintem minden embernek a legértékesebb tudása, hogyha eszköze keletkezik ahhoz, hogy ezt az üzemmódváltását tudatosan meg tudja csinálni. Nem baj, ha kiesek, mert még kiesek, meg előfordulhat, lehetnek akkora nyomások. De ha van eszközöm, nagyon hamar visszajövök. Csaba, itt többször említetted már ezt a D állapotot. Hát ha D állapot van, akkor gondolom, hogy akkor van A is, B is, de C mindenképp, mert ugye a D előtt ez van, vagy hogy van ez? Kérlek, hogy definiáld egy kicsit, vagy határozd meg most ugye nézőinknek, hogy mit jelent ez a D-állapot. Igen, kicsit ott folytattam, ahol a múltkori beszélgetést befejeztük. Tehát kétféle üzemmód állapotot láthatok a Holdkiflin ülve. Tehát napközben szerzésre vagyok biztatva. Tehát a javakat meg kell szerezni. Tehát úgy érzékelem, az a tudat van bennem, hogy a világ véges, tehát a javak végesek. Ez azt jelenti, hogy elfogyhatnak. És akkor igyekeznem kell, mert ráadásul az a sugallat, hogy egy ilyen énellenes közegben vagyok, ahol itt egy csomó másik van, te is ott vagy, és akkor hamarabb érsz oda, mint én, és elviszed előlem a javaimat. És ez azt jelenti, hogy szerzésre vagyok biztatva, és úgy tekintek rád, mint egy versenyellenfélre. Hát azért milyen erőket hoz ez? Az ember van, hogy kirakja a könyökét? Ki? Igen. Tehát nem szép, nem csúnya. Ez a milyen, C. Ez a C állapot. C, ez a kompetitív, versengő, cselező, csaló. A C, a nevűből. Igen. Mert ebben az állapotban ugye a cél szentesíti az eszközt. És akkor cselezünk, csalunk, átszázzuk magunkat. Nem szép, nem csúnya. Tehát törvényszerű következmény. Na most, hogyha nem ebben az üzemmódban vagyok, akkor egy másik vezérlő hang szól a fejembe, amelyik tulajdonképpen arra emlékeztet, hogy nem szereznem kell, hanem adni jöttem. Hú, ez nagyon nehéz elismerés, nem? Hát mindannyian ismerjük. Tehát amikor este hazamegy ebből a szerzőversenyből, és leteszed a páncéljaidat, kiteszed a szajlét, amit szereztél, és pláne ha van egy olyan társas viszonyod, akivel
könnyebb ezt játszani, akkor egy igazi feltétel nélküli odaadás játékot kezdesz el. Mindannyian ismerjük valószínűleg. Ha most a felnőtt életünkben nem is, de feltetőleg többségünk gyerekkorában azért ezt megérte, mert hogy a szüleitől ezt kaphatta. Hát ez azért romantikus, tehát én úgy látom, igen, tehát elég sok ember életet látva, hogy a szerencsés, aki ezt így ezt megkapta, szinte azt mondhatnám. Tehát az életünkbe való bejövetel nem feltétlenül hordozza ezt a fajta szeretetteljességet. De oké, nem vagyunk annak sem áldozata. Mert ha már ezt felismertem, akkor felnőttként megteremthetem, létrehozhatom azt a szeretetteljességet. Tehát a feltétel nélküliséget. Ugye napközben feltétele van annak, hogy adjak. Adok ételt, ha adsz pénzt. Otthon adok ételt annak, aki éhes. Adok tanítást, ha adsz pénzt. Adok tanítást otthon, aki ezt fogadja. Tehát ez a feltétel nélküliség. Ez a díjállapot. Igen. Ez honnét, ez mit jelent, ez a díj? Most a... Van C, akkor legyen D, tehát első közelítésből, de hát aztán van ennek másik oka is, mert ha megvizsgáljuk, hogy hogyan esek ki a D állapotból C-be, és hogyan tudok a C állapotból D állapotba kerülni, akkor ugye a D állapotból kiesek C-be valami félelem, nyomás hatására. Hogyan tudok a C állapotból visszakerülni D-be? Egy döntéssel. Csak igen, saját döntéssel. Igen, persze. Felismerése és a döntéssel. Igen. Ha a felismerést használom, és nem elmegyek mellette, és a kocsmában egy sör mellett beszélgetünk, hogy mit ismertem föl, hanem használom, tehát beépül tudásként, akkor úgy döntök, és megegyezek magammal, hogy a legokosabb én állapotomba tartom arra. Ez csak egy döntés. Hát itt azonban már nagyon komoly húrokat kezdünk megpengetni, mert ahhoz, hogy az élet komoly dolog. Felismerjem azt, hogy én hozom a döntést, és hogy én kapcsolgathatok, ahhoz aztán megjelenik egy újabb fogalom, ez pedig, hogy felelősséget kell vállalnom elsőkörön saját magamért, mert én döntök. Igen. Hát nem az a kérdés, hogy felelős vagyok-e az életemért, hanem az, hogy felvállalom-e a felelősséget. Mindenki tudja, benne van a magyar mondásban, hogy mindenki saját sorsának kovácsa. Tehát bármi is történik vele, nem csak amit tesz, ami történik vele, azt valahogy ő kovácsolta. Tehát gyakorlatilag köze van hozzá felelős teremtő, társteremtő abban a helyzetben, amilyen élethelyzetbe került az ember. Tehát ezt tudjuk a másikról. De amikor benne vagyok egy élethelyzetben, ami nagyon nem finom, hát akkor érzelmem keletkezik, hogy még ráadásul szembesüljek is azzal, hogy ezt én okoztam, ezt a nagyon rossz helyzetet másnak vagy magamnak. Tehát itt azért megjelenik egy ilyen belső elhárítás, hogy nem, hát én ezt nem akartam. Hát mit jelent az, hogy akartam? Hogy ehhez pontosítjuk. Tehát persze, nem akartam, de nézzük csak meg. Elvágtam a kezem. Akartam? Hát persze, de kivágta el a kezemet? Hát úgy kell elvágni a kezemet, hogy ide rakom a kezemet, az ujjamat, ráteszem a kést, és így meghúzom. Hát ezt nem így csinálom, akkor nem tudom elvágni a kezem. Tehát csak én tudom ezt csinálni, tehát akkor az a lény, aki vezérli a kezemet, hát az egy vezérelt döntést hajt végre. Tehát akkor akartam? Hát igen. Csak ugye közben érzelmem keletkezik, de hát én nem akartam. Hoppá. Akkor ez rámutat két dologra. Vagy egy dologra, hogy most kétféle döntési központ van. Tehát az egyik részem nem akarja, hogy elvágjam a kezem, a másik része meg akarja, hogy elvágjam a kezem. Hát látszik, hogy akarja, mert elvágtam. Akkor ki hozza a döntést? Na, hát ezeknek a dolgoknak a megvizsgálása szerintem
elkerülhetetlen fontos az életünk szempontjából, és ezek olyan tudást hoznak, amit körülbelül középiskolás korban szinte kötelező lenne, hogy föltérképezzük. Tehát igazi tudást szerezünk arról, hogy ki hozza a döntést. És akkor már nem az a kérdés, hogy felelős vagyok vagy nem, mert én vagyok felelős az összes életeseményemért, meg a tiédért, hanem az, hogy fölvállalom-e. És a félreütöm, akkor éppen nem vállaltam föl. De amikor messziről nézem, akkor már lehet, hogy fölvállalom. Ez így summázva nagyon egyszerűen hangzik, de ezt azért ezt elsajátítani ennek a módszerét, vagy megtanulni, vagy rávezetni magunkat erre a képességre, azért ez egy hosszabb akadályokkal, csomókkal teli út. Azt gondolom, hogy ebben neked óriási rálátásod van és tapasztalatod, 15-20 év után, és remélem, hogy segítesz bennünket, és ezeket a tapasztalatokat megosztod velünk, hogy a nagy falatot hogy tudjuk sok kis apróra felszabdalva megkapni és megemészteni. Hát annyira hosszú dolog, hogy a 4D Szabad Egyetem programon belül ez az első tréningnek az első napja végéig megtörténik. Tehát az első nap közös 7 órányi szellemi utazásunk eredménye. Tehát nem kell véleményezni, nem érdekesek a hitek, kirajzolódik előttünk, hogy hogyan hozza a lény a döntéseit. Olyan tiszta, mint hogy elengedem, leesik. Onnan jöttünk ide, hogy miből szeretnénk megszabadulni, hát a megosztottságból. Hogyan tudok a megosztottságban megszabadulni? Nézem, hogy a lény hogyan hozza a döntéseit. És látom, hogy ez a lény úszítható, mert van ennek egy jellegzetes ilyen C-állapota, amit valahogyan beadtak neki, és akkor beindul, szerzésre indul, és van egy másik állapota, amikor meg feltétlenül nélkül odaadó, együttműködő, szeretet, teljes. A C-állapothoz egy csomó félelem tartozik. A D-állapothoz nem tartozik félelem. Hogy nem tartozik félelem? Nem fogynak el a javak? Miből táplálkozik az egyik állapot és a másik állapot? Hát a D-állapot a lénynek abból a magabiztos tudásából táplálkozik, hogy nem fogynak el a javak. Tehát a világ egy végtelen típusú. Tehát nem tud elfogyni. Tehát a mi léptékünk szerint semmi nem tud. Tehát az életemhez szükséges energiák, javak, engem tápláló, mozgató dolgok nem fogynak el. Tehát az az intelligencia, amelyik ezt az egész játékot összerakta, ez biztosítja az energiaforrásokat. Miből táplálkozik a C-állapot? Hát az egy ilyen földi sugallat. Tehát a hatalma, a földi hatalmon lévőnek az érdekeit szolgálja az a dolog, hogy olyan világképem legyen, olyan világot lássak, ahol megosztottak vagyunk, ahol minden megosztott, ahol a világ véges, a javak végesek. Tehát ez egy tanult világkép. És köszönő viszonyban sincs ahhoz a világképhez képest, amelyikben igazából létezünk. Azt gondolom, hogy úgy mondhatnám, mint egy csökkentett üzemmódban léteznek. Erre lettünk kiképezve itt. Felnövekedésünk során. Ez nem az, ami a hozott tudásunk, erre tudatosan ki lettünk képezni. Tehát mi az, amit tehetünk? Az, hogy tanuljuk meg azt az eszközt, amivel vissza tudom billenteni magam ebben a D-állapotban. És ennek az első lépése, amit most azonnal bárki meg tud tenni, hogy egyezzen meg saját magával, legyen egy elkötelezettsége, fogalmazza meg az elkötelezettségét. Én ezt úgy csináltam, hogy megérztem, hogy Csaba, innentől kezdve tudatosan D-állapotban tartom magam. Ez egy megegyezés. Úgy hívom ezt, hogy intelligencia szerződés. Kösd magadra intelligencia szerződést. Hatásköröd van rá, és felelős vagy az intelligencia állapotodért. Kössél intelligencia szerződést. Csodák következnek.